Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Július 13-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. 30 éves a Szív a Szívért Alapítvány, a szívát ültetett betegeket segítő szervezet találkozóját a hétvégén tartották Győrben. A találkozón olyan vendég is volt, aki már 2 transzplantáción esett át, de teljes életet él. Egyre népszerűbb a mémfőcsanaki piaci pont, hamar megkedvelték az árusok és a vásárlók is. A környéken lakók szívesen szerzik be a zöldséget, a gyümölcsöt és a tojást is a postával szemben. Interaktív kaland térkép készült, hogy a turisták kikapcsolódását segítse a sziget közben. A kalandos kiadványból 72 000 készült, de online is elérhető, a térképet Győrben mutatták be. 30 éves a Szív a Szívért Alapítvány, a szívátültetésen átesett betegeket segítő szervezet orvos-beteg találkozóját még hétvégén tartották Győrben, melyről híradónk is beszámolt. A konferencia célja, hogy az orvosok, ápolók és szakemberek mellett a betegek is elmondhassák tapasztalataikat, véleményüket. A találkozón olyan vendég is volt, aki már 2 transzplantáción is átesett, mégis teljes életet él, horgászik, sportol, baráti találkozókra jár. Az orvosok szerint fontos kiemelni, van teljes értékű élet a szívátültetés után is. Még a köszöntés előtt megtennék annyit, hogy főtitkár úrnak szeretnék átadni némi pénzt, 1 000 000 forintot a Szív a Szívért Alapítvány támogatására. Az orvos polgármester felajánlásának átadásával kezdődött a Szív a Szívért Alapítvány orvosbeteg találkozója szombaton a Városházán. A 30 éves szervezet fontosnak tartja, hogy a szakmai konferenciák mellett kötetlen találkozókra és az egymás segítő kommunikációra is sor kerülhessen a sorstársak és a doktorok között. Hát én úgy gondolom, hogy mert nem csak gondolom, hanem egészen biztos vagyok benne, hogy a szakmai feladatok ellátása, tehát magának a szívtranszplantációnak a beteg beválasztását, operatív végrehajtását, utókezelését, ez teljesen kiegészíti. Tehát tulajdonképpen az operált betegeket fogja részben össze ez az alapítvány, és az alapítvány folyamatosan lehetőséget ad arra, hogy nem formális keretek között az orvosok, az operatőrök, az alapítványi vezetők, az utókezelés végző kollégák és maguk a betegek találkozzanak. Amikor abszolút kötetlenül lehet beszélgetni, fel lehet, ha úgy tetszik, butus kérdéseket is tenni, amire megkapják a megfelelő választ. A találkozóra mind a gyerekek, mind a felnőttek közül sokan jöttek el. Városunkban is élnek olyanok, akik átestek már transzplantáción. Dr. Dézsi Csaba András szerint a szívátültetés után is van teljes értékű élet. Győrben több szívtranszplantált beteg él, vagy Győrben és Győr környékén, és éppen ezért minket is érint, és hát hallgatva itt az előző interjúkba, így bele hallgatva a kérdésekbe, hát nekem is olyan betegem, aki naponta 50 kilométert kerékpározik szívtranszplantáció után, úgyhogy azért itt az ember teljes életet tud élni egy-egy ilyen beavatkozás után, úgy, hogy előtte éppen már haldoklott. A széksorokban helyet foglalt néhány győri beteg is. Bukovics Károly őszintén beszélt arról, mit élt át. 18 év alatt romlott el a szívem, nem tudni, hogy miért. Talán egy magas lászt lábon kihordtam, ami szétvágta a szívizmomot. 2010-ben szívtranszplantációra került a sor, akkor kaptam egy szívet. Az jó volt 2 évig, 2 év után kilökődött. Utána Pesten a Gokiba 9 hónapot feküdtem az intenzíven egy speciális ágyba. Mire megkaptam a második szívet, meg a vesét. Ez a szív ez már jónak bizonyult, mert 11 éve ketyeg itt bennem, hibátlanul. Károly úgy érzi, újjá született. Csak pozitívan. Mindig csak előre nézek, hátra soha. Csak a szépre emlékezünk. Azt mondja, egész végig rengeteg támogatást kapott, és a családján felül az orvosok és az ápolók is végig mellette álltak. Élni jó, van nálunk otthon a feleségem egy közmondás, nálunk minden nap karácsony van. Tehát horgászok, motorozok, grillezünk, haverokkal megyünk össze-vissza, sok meghívás van, mindent. Élvezzük az életet.
Hogy emlékszik vissza arra az orvosi stábra, aki önnel foglalkozott, aki ezt gyakorlatilag segített ebben, hogy ön újjászülessen, ha lehet így mondani? Nagy-nagy hálával komoly munkát végeztek. Hát az, ezt tudom mondani, hogy milyen nagyak vannak. Meg hogy hol tart az orvostudomány, ez valami fantasztikus. Így sokan a haverok azt mondja, második szívtranszplantáció. Ez hihetetlen, hogy lehet ilyen? Mondom, figyelj, még én sem tudom fölfogni épésszel. Nem is igen szoktam rajta elgondolkodni, mert ijesztő. Ilyen horrorfilmbe való, de itt vagyok és élek, és nagyon jó minden. A konferencián a Szív a Szívért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Szabolcs Zoltán hangsúlyozta, hogy pénteken történt meg a 700. transzplantáció az Orvosi Egyetem Városmajori Klinikáján. Ez a felnőtt szívátültetettek száma, de 15 éve Magyarországon már a gyerekek is áteshetnek transzplantáción. Egyre népszerűbb a ménfőcsanaki piaci pont. A közelmúltban a postával szemben alakítottak ki két árusító standot, ahol a kereskedők szinte házhoz tudják vinni termékeiket a városrészben élők számára. A piaci pontot az árusok és a vásárlók is hamar megkedvelték. Csütörtökön például már egyszerre két kereskedő kínálta a saját portékáit. A zöldségek, a gyümölcs és a tojás népszerű a csanakiak körében. Sokan gondolják úgy, ha helyben is megvehetik a szükséges termékeket, akkor még a vásárcsarnokig sem kell elmenniük. A postával szemben csütörtök reggel is nagy volt a mozgás a korábban kialakított piaci ponton. Ezúttal mindkét standon minőségi termékeket árusított két kereskedő, friss, házilag termelt zöldségek és gyümölcsök, illetve tojás kínálta magát. Az ötletgazda képviselő szerint érdemes volt elindítani a piaci pontot Csanakon. A ménfőcsanaki piaci pontot azért találtuk ki, hogy a nagyobb kézműves és termelői piacok közötti időszakban is a termelőknek is biztosítsunk lehetőséget, a helyieknek, illetve a környékbelieknek, hogy a terményeket el tudják adni, illetve a helyieknek is, hogy ekkor is el legyenek látva szezonális terményekkel, termékekkel. És úgy tűnik, hogy nagyon népszerű a piaci pont, nagyon sokféle termék most már megtalálható itt. Tojás, szezonális zöldségek, tejtermékek, méz is van már a kínálatban. Nagyon fontos az, hogy próbálom segíteni marketing szempontjából is, hogy minél több emberhez eljusson. Ugye a saját Facebook oldalon mindig megosztom, hogy mikor mit lehet kapni. Nagyon várják már a lakosok, érdeklődnek, hogy ki mikor fog jönni, és én azt gondolom, nagyon népszerű még az eladók tekintetében is, hiszen egyre többen jelentkeznek. Tóth Sándornél kezdetektől élt a lehetőséggel, és itt is kínálta házi tojásait. Azt mondja, megkedvelték a vásárlók az új lehetőséget, ahol szinte házhoz jön a piac. Én első perctől kezdve most már negyedszer vagy ötödször, tehát mióta itt ezt lehet árulni, én azóta itt vagyok, és nagyon sok kuncsat, nagyon sok vendég jön ide. Ugye itt a posta, itt az iskola, hát most per pillanat szünet van, de itt az óvoda, és ugye gyerekeket hozzák, tehát én még eddig majdnem mindent el tudtam adni, amikor ide jöttem. És most már visszatérő vendégek vannak, először egy kicsikét, hát először alkalommal, amikor ide jönnek, akkor azért nem, hogy, de visszatérő vendégek vannak. És most örültem annak is tulajdonképpen, hogy a fiatalember ugye idejött, mert hát most ő velem is jól járt egy kicsit, mert ugye az én kuncsatjaim átmentek ő hozzá, vagy hát... Igen. De ez gondolom kölcsönös, hát, tehát onnan hát, is átjönnek ide a kuncsaktot. Hát igen. Jó, ez nagyon jó volt a képviselő asszonynak, hogy ezt kitaláltam, mert előbb már beszélgettünk, én járok a nyugdíjas klubba is, de erről már régen beszélgettünk, hogy kellene egy ilyen, ahol tudnánk árulni. Hát most annak ellenére egy kicsit kevesebb most is, mert ugye se gyümölcs nincs, a gyümölcsöt keresik még nagyon sokan, de hát ugye gyümölcs az nincsen. A következő termelői piacra is készülnek már Ménfőcsanakon. Szokás szerint még több árus és kiváló programok várnak majd minden érdeklődőre a Bezerédi kastély udvarán. Augusztusban, az utolsó szombaton folytatjuk a kézműves és termelői piacot a Bezerédi kastély udvarában. Bízom benne, hogy oda is új árusokat is tudunk vonzani. Emellett számos programmal is készülünk, többek között rétes sütőversenyt is hirdetek. A farsangi fák sütőversenyhez hasonlóan hamarosan jönnek a részt, illetve rengeteg foglalkozással és családi programmal készülünk mind a családoknak, mind minden korosztálynak. A piac tehát nem csak kicsiben, de nagyban is népszerű a városrészben, ahol az ott élők el vannak kényeztetve, ha friss, házi termesztésű termékekre vágynak, hiszen még válogathatnak is, hol szerzik be éppen az aznapi étkezésekhez valót.
Egyre népszerűbb Győrben a Matthias Corvinus Kollégium. A Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó központja mozgalmas tanéven van túl, de nyáron sem pihennek, hiszen zajlik a felvételiztetés. Az MCC junior képzésére például a most végzett középiskolások, akik a Széchenyi Egyetemen folytatták tanulmányaikat, augusztus 10-ig jelentkezhetnek. Dr. Fekete Dávid a központ vezetője szerint fontos kiemelni, hogy már nem csak a társadalomtudományi területek iránt érdeklődők számára vonzó az MCC, ahol a közösségi élet is pezsgő. Előadások hada, több száz érdeklődő. Hétről hétre megtelt a győri MCC központ nagy terme ebben a tanévben is. A Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó központjába egyre többen szeretnének bekerülni városunkban is. Már a második tanévünket zártuk le itt a győri képzési központban, és nagyon örülök annak, hogy a fiatal tehetségprogramban, a középiskolás programban és az egyetemi programunkban is rengeteg kurzust, rengeteg képzést, rengeteg rendezvényt tudtunk biztosítani a fiataloknak. A nyitott szakmai eseményeink is nagy sikerrel mentek az utóbbi időszakban, az utóbbi évben is, hiszen nagyon sokan érkeztek azokra a minden héten megrendezésre kerülő eseményekre, ahova MCC-s kollégákat, más szakértőket hívtunk meg aktuális, izgalmas és érdekes témákban. És valóban soha nincs megállás, hiszen nem régen zárult le a Fiatal Tehetség programnak a jelentkezési időszaka. Azt tudom elmondani, hogy több mint ötszörös a túljelentkezés most már itt a győri központban, tehát valóban egy nagyon jelentős megmozdulás volt a mostani negyedik osztályosok oldaláról. Szeptemberben felvételiztetjük őket, és akkor fog kiderülni az, hogy ki az a 25 legtehetségesebb fiatal, aki be tud majd kapcsolódni a Fiatal Tehetség programba. Most pedig azok előtt áll még lehetőség jelentkezni, akik szeptembertől a Széchenyi István Egyetemen kezdik meg az egyetemi tanulmányaikat, tehát most érettségiztek, most zárták le a középiskolás éveiket. A vezető hangsúlyozta, hogy a város legtehetségesebb diákjai nyerhetnek felvételt az MCC-be, és örömhír, hogy a társadalomtudományok iránt érdeklődők mellett egyre többen érkeznek azok közül is, akiket a műszaki területek vonzanak. A most végzett középiskolások pedig még mindig jelentkezhetnek. A junior képzésünk az nagyjából úgy épül fel, hogy ez egy egyéves alapozó képzés, közös nevezőt próbálunk biztosítani a mi hallgatóinknak. Ugye rengeteg helyről érkeznek, különböző előismeretekkel, különböző családi pénzügyi háttérrel, és mi egy alapozó évet próbálunk nekik biztosítani, ami igazából már egy stabil alapot tud nekik nyújtani, akár a munkaerőpiacon is, hogyha el tudnának helyezkedni. Igazából nagy hangsúlyt fektetünk itt az első évben a nyelvoktatásra. Itt alapvetően angol, illetve német nyelvű képzés indul el. A kurzusainkat is egyébként gyakran angolul szervezzük, illetve nagy hangsúlyt próbálunk még fektetni a vitakultúrának a kialakítására, úgyhogy különböző vitaklubokat szervezünk nekik. Van úgynevezett logika kurzusunk, ez két részből áll, illetve ugye részt vehetnek a nyilvános szakmai rendezvényeinken, ezeken felül még részt vehetnek különböző készségfejlesztési modulokon, gondolok itt a prezentációs készségfejlesztésre, gondolok itt akár motivációs levél, önéletrajzíró kurzusokra, illetve hát ezek mellett még nagy hangsúlyt próbálunk fektetni a közösségi életnek is a kialakítására és a színesítésére is. A tanulás, a workshopok és az előadások mellett azért lazítani is van idő az MCC növendékeinek. Szerencsés helyzetben van Győrben az MCC közössége, mert egy nagyon jó csapat alakult ki a hallgatók terén is, bármelyik évfolyamról beszélek. Éppen ezért mindig bíztatom a jelentkezőket, hogy ez alapvetően egy nagyon jó közösségi hely olyan szempontból, hogy akár a szakmájukba, akár a tanulmányaikba tudnak szintén értekezni, beszélgetni. Természetesen mi azért pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy milyen erős szakmai követelmény van és tempó, akár az egyetem, akár az MCC-t illetőleg. Ezért tudjuk azt, hogy szükségük van a kikapcsolódásra. Legyen az szakmai, egy picit edukatív kikapcsolódás, vagy mi szervezzük, vagy akár individuálisan ők kitalálnak bármit, ami egy kicsit őket azért lelazítja a sok-sok tanulás, meg a szorított tempó után. Az elmúlt hónapokban például voltunk Budapesten, a Néprajzi Múzeumban, a Zeneházában, de ilyen nagyon lájtos programok is jöhetnek. Az elmúlt időszakban rendeztek csocsóbajnokságot, de állandóak az asztali tenisz versenyek, gyakran vacsoráznak együtt, vagy épp főznek közösen a diákok. Idén-nyáron pedig már a központ kertjének lehetőségeit is ki tudják használni, hiszen ezt felújították és veteményessel is bővítették. Interaktív kaland térképet készítettek, hogy mostantól a turisták kikapcsolódását segítse a sziget közben. A különleges, színes kiadványt csütörtökön mutatta be sajtótájékoztatón Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, és Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke.
A térkép a látnivalók mellett feltünteti a Szigetköz kempingjeit, vendéglátóhelyeit és a program lehetőségeket is. A kalandos kiadványból 72 ezer példány készült, de online is elérhető, a térkép QR kódjai pedig még több élményt tárnak a felhasználók elé. A Szigetköz és Győr vonzás körzetének települései és az ottani látnivalók is feltűnnek a legújabb kalandtérképen. Mindezek mellett a strandok, kempingek, vendéglátóhelyek és az ezernyi program lehetőség is látható a kiadványban, melyet csütörtökön mutattak be egy sajtótájékoztatón. A Szigetköznek, Győr térségének, Pannonhalma térségének fantasztikus turisztikai lehetőségei vannak, de mi úgy gondoljuk, hogy ezen turisztikai lehetőségeknek egy kis részét használják ki, és még van hatalmas kihasználatlan potenciál. És ugye azzal szembesülünk, hogy egy család nagyon gyakran 3, 4, 10, 12 hónapon keresztül kell, hogy összegyűjtse, hogy egy térségben milyen látnivalók vannak. Ezen szerettünk volna változtatni, egy kalandtérképet készítettünk. Tavaly már készítettünk egyet a Tisza-tóra, és az ottani visszajelzések szerint ezt nagyon-nagyon fontosnak érezték, és azt mondták, hogy nagyon sokat segített a Tisza-tó környékén, és azt gondoltuk, hogy ez a sziget közben is így tud lenni. Ezekben a térségekben nagyon sokszor általános és gyakori probléma azon kívül, hogy egyébként nem lehet egy helyen megtalálni a turisztikai attrakciókat, hogy a térségbeli szereplők sem mindig tudnak egymásról, nem mindig ismerik egymást, nem mindig dolgoznak össze. És ez a kalandtérkép abban is segít, hogy itt ezeket a látnivalókat egy helyre felrakjuk, és így meg tudjuk azt oldani, meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy ez a Szigetköz ez nem csak egy ilyen egynapos vagy egy éjszakás kaland, hanem ez egy olyan hely, ahol érdemes több napra is eljönni. A kalandtérkép 101 turisztikai attrakciót mutat be, 72 ezer példányban nyomtatták ki, de online is elérhető az aktivmagyarország.hu weboldalon. A rajta található QR kódokkal pedig még több élményt kaphat az olvasó. Az elmúlt évtizedben több százmillió forint fordítódott arra, hogy a Szigetköz és Pannonhalma térségében a turisztikailag értelmezhető szolgáltatásokat, infrastruktúrát kiépítsük. Nyilván erre kellenek még azok a vállalkozók is, akik az élményt tudják adni, a gasztronómiai élményt, a kulturális rendezvényeket is hozzá tudják adni. Tehát nagyon fontos az is, hogy legyen szálláshely. Most mindez összeáll, de nyilván kell erről tudni az embereknek, hiszen most már nem elég az, hogy mondunk egy címet, egy helyet, hogy hova érdemes jönni, hanem be kell tudni mutatni ott azokat a lehetőségeket, ahogy ők kellemesen tudják eltölteni az idejüket, és föl tudnak készülni előre arra, hogy ne egy napra jöjjenek, hanem 3-4-5 napra, akár egy hetet itt el tudjanak tölteni, és hogy mely napokon mit tudnak csinálni, és nagyon fontos az, hogy erről az emberek tudjanak, és egy ilyen kalandtérkép, ami részletes információkat tartalmaz arról, hogy mit lehet itt csinálni, hogy a gyerekek mivel tudják eltölteni az idejüket, akár egy esős napon is, ezeket jól csokorba össze lehetett gyűjteni ebbe a térképbe. Németh Zoltán hangsúlyozta, hogy az élményekhez az infrastruktúrát és a lehetőségeket kell megteremteni, valamint szolgáltatásokat nyújtani. A kalandtérképen pedig nagyon jó érzés szerepelni a Pisztrán kör elnöke szerint is. Az elégedett vendégekért mindannyian összes kollégámmal és az összes vállalkozó társa nagyon sokat megteszünk, és ugye ez 59%-át hozza a vendégeinknek, de az a maradék 41%, az azt gondolom, hogy az jelentős részben ennek a kalandtérképnek köszönhetően fog ide tévedni. Nyilván önök is gondolom már látták, beszéltek róla, mit szólnak, milyen lett ez a kalandtérkép, mi az, ami igazán csalogató lehet benne, aki annak a képen olvassa. Ez egy teljesen újszerű kiadvány, ami, tehát térkép szó ellenére ez igazából egy kalandtérkép, ami egy teljesen új kifejezés, és egy teljesen új koncepció. A térség eszenciáját próbálja adni, élményközpontú eszenciáját, és szerintem egész jól el is érte ezt a célt. A szolgáltatók szerint ez inkább egy minden igényt kielégítő étlap, mint sem térkép, amelyet a sporteszközöket forgalmazó áruházban is elérhetnek az érdeklődők, de a szigetközi vállalkozóknál és néhány újsághoz kapcsolva is megtalálható lesz mostantól. Koleszterin és szalmonella mentes, finom, egészséges, sőt terápiás célokra is tökéletesen alkalmas. Jóval kisebb, mint egy tyúktojás, de a beltartalma megegyezik azzal, ráadásul a fűrtojást azok is bátran fogyaszthatják, akik a tyúktojást nem. Egy Győr környéki család néhány éve kezdett fürty tartásba, azóta a családfő már főállású őstermelő, a felesége pedig állandóan segíti munkáját. A győri vásárcsarnokban a zöldség és gyümölcskereskedők mellett a fürtojást árusító stand is egyre népszerűbb. A mindig népszerű győri vásárcsarnok és annak egyik egyre kedveltebb standja,
Az ízletes zöldségeken és gyümölcsökön kívül sok minden más is kapható a piacon, például az idehaza még kevésbé elterjedt fürtojás is. Egy abdai család néhány éve kezdett fűrjeket tartani, azóta próbálkozásuk komoly vállalkozássá nőtte ki magát. Körülbelül 3 évvel ezelőtt vettem az első fűrjeket, 30 darab kis növendéket vegyesivarban, belőlük lett 14 tojó, és a gyerekek is nagyon megszerették a fűrtojást, már nem volt elég ez a mennyiség, ezért vettem hozzá még ugyanennyit, aztán elkezdtünk eltetni is, és most már ott tartunk, hogy a férjem főállású őstermelőként foglalkozik a fűrjekkel, én pedig besegítek neki. A fűrtojás jóval kisebb, mint a tyúktojás, beltartalma azonban megegyezik azzal, ráadásul a fűrtojásnak számos előnye van, azon kívül, hogy finom és tápláló. Sütésfőzésnél 4 fűrtojást kell számítani egy tyúktojás helyett, viszont beltartalomra egy fűrtojásban van annyi vitamin és ásványi anyag, mint egy nagy tyúktojásban. Az még az előnye, hogy koleszterinmentes, szalmonellamentes, mert a fűrnek magasabb a testhőmérséklete, mint a tyúknak, így a szalmonella nem él meg a fűrjállományokban, illetve aki a tyúktojásra érzékeny, 99%-ra biztos, hogy a fűrtojást elfogyaszthatja. A fűrtojást többféle formában is meg lehet vásárolni. A társ tulajdonos azt mondja, mindegyik egyre népszerűbb, egyre többen keresik náluk is, de a világban is kedvelt lett a termék. Nyers tojást árusítunk, illetve ezt a füstölt pácolt fűrtojást, amik az üvegekben vannak. Ezt napraforgó olajban tesszük el különböző fűszerekkel. A nyers tojást általában ugye tyúktojás érzékenyek viszik, illetve különböző terápiás célokra fogyasztják reggel nyersen éjgyomorra. Nagyon jót tesz a magas vérnyomásnak, az érelmeszesedés ellen, a különböző gyomor- és bélpanaszokra, reflux ellen, de ez a fő hatásai, de nagyon sok betegségre jó. Ha kíváncsiak a téma részleteire, a Győr Plusz Televízió júliusi Kertbarát magazinját nem lesz érdemes kihagyni. Forgató csoportunk ugyanis még a francia fűrészet abdai telepére is ellátogat, hogy megmutassa, hogyan működik a vállalkozás. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.